Szevasztok, internet népe, üdv mindenkinek, itt a Sámán beszél ebben a borzasztó hideg március végi délutánban, délutánon. Eljöttem ide a Jászplasztik Food kereskedésében, mögöttem pedig balhéznek valami idegenek. De minket nem zavar mindez, ugyanis eljöttem meglesni ezt az autót, mert hogy fölhívott a marketinges kontaktom, köszi Kriszta, és jelezte, hogy Gábor, jött hozzánk egy vadonatúj CLS. Ugye ez most a Mercedes egyik legfrissebb darabja. Nem is olyan rég mutatták be, azt hiszem az Egyesült Államokban, és szerintem a magyarországi bemutató még meg sem történt. És nagyon nagy örömmel jöttem ki, és nagyon nagy örömmel mutatom meg nektek, mert ez egy gyönyörű autó. Amit lehet rajta látni rögtön az, hogy ez már az új Mercedes arcot hordozza magán. Ezek a lámpák lesznek mostanában a Mercedeseken. Ugye az A-osztállyal indult minden, és rögtön az A-osztály után jött ez az autó, ami egészen elképesztően gyönyörű így élőben. Ha majd kicsit körbenézünk benne, bent is látni fogjátok. Kérdezzetek, nem nagyon tudok még válaszokat, illetve nagyon sok dolgot még az autóról én sem tudtam meg, egész egyszerűen kirohantam a kamerámmal, hogy megmutassam nektek, de majd bent megkérdezzük esetleg őket. Gondolom, ilyen ár, meg ilyenek kapcsán fogtok kérdezni. Nem fogok tudni ezzel kapcsolatosan válaszolni. Azt tudom, mert azt ugye a sajtóban olvastam, hogy ez az autó már nem a V6-os motorokat, hanem a soros 6-osokat kapja. Az új generációs Mercedes motorok lesznek rajta, és ugye amit tudok is nektek mondani, az, hogy milyen gyönyörű ez az autó élőben, hogy mennyire stílusos, és hogy mennyire izgalmas autókat gyárt a Mercedes mostanában sok-sok év bénázás után. Szóval mondjátok el, hogy tetszik nektek, mit mutassak meg benne. És én most először még körbejárom, és a sziluettet, hogy látjátok, ugye akinek nincs meg, hogy mi a CLS, hát valójában a CLS ugye az a kupéforma szedán, amit a Mercedes talált föl még ugye két generációval ezelőtt emlékeim szerint, és azóta csak tökéletesít a formát. És nagyon-nagyon szépek ezek az autók. Több bennük a stílus, mint egy sima szedánban, és kevesebb bennük a hely értelemszerűen. És amit már kiszúrtam, hogy milyen gyönyörű, nézzétek meg, hogy azok az apróságok, amit a Mercedes mostanában csinál, amit nekem nagyon tetszik, hogy az ilyen pici részletekre figyelnek, mint hogyha ilyen apró pici gyöngyökkel lenne teleszórva, nem tudom mennyire látszik, mintha ilyenekkel lenne teleszórva a lámpa, látjátok bent? És ezek apróságok, de egy igazi stílusos autónak pont ezek az apróságok adják meg azokat a hozzáadott értékét, amit egy commerce autó nem tud. Ezek az apró, odafigyelős dolgok. Úgyhogy így néz ki a CLS-ünk. Zseniálisan gyönyörű a forma, nagyon tiszta a forma, talán látjátok, borzasztóan tiszta a forma, és szerintem nézzünk meg egy beülést, hogy néz ki az autó belülről, hát fú, ezt nézzétek meg, ez a, hát ugye ez a fehér bőr, fehér szőnyeg kombó, nem is nagyon merek beleülni, na de azért megerőltetem magam. Eszméletlen gyönyörű. Innen fogunk körbenézni egy picit, mert innen belátjuk az egész műszerfalat, és utána be is fogom majd nektek indítani, hogy lássátok, hogy néz ki. Ugye keret nélküli ajtóink vannak. Ez a CLS egyik és nagyon erős termék jellemzője, hogy ez egy kupé, azaz keret nélküli ajtóink vannak. A tető beszűkül hátrafele, de azért én még elférek benne. És nézzétek meg! Az eleje kicsit Ford Mustang, nem te vagy az első István, aki ezt mondja, hogy az eleje Ford Mustang. Közben a YouTube nézőknek mondom, hogy ez egy Facebook élő videó, majd megy ki a YouTube-ra is, tehát ezért van az, hogy kommentekre válaszolok, nem magamban beszélek. Igen, lehet, hogy egy picit a Mustangra emlékeztet. Fú, de érdekes, igen. Pazar. Hát én azt mondom nektek, srácok, hogyha a luxus autózást most valahogy el kell képzelni, akkor én ilyennek képzelem a luxus autózást. Tehát nekem ez. Nekem ez jobban bejön, mint mondjuk egy S-osztály.
jobban bejön, mint mondjuk egy E-osztály. Már a JP-ben van, jó, szó, ezt kérdezed? Bizony, a JP-ben már van. Azért is jöttem ki nagyon gyorsan, hogy mindenkit megelőzzek, és hogy megmutathassam nektek, és mutatom az ajtó betétet, és nem vagyok benne biztos, hogy az ott fa, mert nem olyan világot élünk. De ha megrecegteted az ujjaddal, majd megmutatom, akkor az erezete az benne van. És szerintem ez műanyag, mert hát nem tudom. De hogy az erezetet milyen szépen beletették, hogy lehet érezni, hogy húzigálom az ujjam. Aj, de gyönyörű autó. Na, menjünk előre, illetve nem is. Mutatom a kulcsát, és innen megpróbálom beindítani majd. Azt mondja, hogy a kulcs is ugye változott, így néz ki most, vagy legalábbis az én korábbi Mercedes-emhez képest, amíg ez egy C-osztály volt, de a kulcs is változott. És mindjárt megmutatom, hátulról érdemes ezt megnézni, ez az E-osztályra emlékeztető műszerfal. Tehát a műszerfal kialakításában nagyon nagy különlegességet nem látok, de ezt a gombot itt most megnyomom. És akkor ezzel a gyújtást ráadtam az autóra. És nézzük csak. Így. Középen nyilván, még az S-osztályban korábban bemutatkozott két hatalmas kijelző. És látjátok, itt éppen alul lila, a műszerfal alján pedig talán piros, vagy... Itt jobban látszik, színben megy végig a hangulatvilágítás. És egyébként ez az a hangulatvilágítás, ami mostanában nagyon nagy divat, és nagyon sokat hozzátesz az éjszakai hangulatához egy autónak. És nézzétek, milyen gyönyörű a műszerfal, és milyen gyönyörűek a beömlők. Elképesztően szép autó. Ezzel a kétszínű kialakítással meg pláne. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, kedves barátaim és feleim, hogy ez a Mercedes-Benz elmúlt pár éves, mondjuk elmúlt 5-6 éves munkássága bennem igazi rajongóra lelt, mert hogy azok a végtelen, esetlen, béna Mercedesek, amelyek egy olyan 5-10 évvel ezelőtt voltak, ilyenné alakulnak át. A CLS már akkor is jó volt, de az E-osztályok is bénák voltak, meg sokan. Igen, a hangulatvilágítás az régóta van. Egyébként itt 64 színben konfigurálható a hangulatvilágítás, ami ugye majomkodásnak hangzik, de azért legyen meg az embernek az a luxus érzete, hogy megcsináltam magamnak, hogy milyen hangulatvilágításom van. Úgyhogy még egyszer így körbefordulok nektek, csak hogy lássátok. Nézzük meg, javaslom még egyszer kívülről az autót. Gyönyörű, gyönyörű. Ki is megyek. Még egyszer járjuk körbe, innen hátulról. Úgyhogy az új CLS. És az a helyzet, nektek elmondom, hogy azért kell nekem mondjuk a JP autóból bejelentkeznem, mert a Mercedes nem hív meg ezekre a rendezvényekre. Nem szeret a Mercedes. Haló, ha ezt a Mercedesnél valaki hallja, importőri szinten, szóljatok már valakinek, hogy a Sámány az jó arc, és sokan követik, és sokan nézik. Úgyhogy ne ignoráljatok már. De egyébként, ha megteszitek, akkor sincsen nagy baj, mert a márka kereskedő barátaim segítenek. Azért mutatok itt egy féktárcsa, féknyerek kombót. Így. Úgyhogy Kriszta, nagyon köszönöm,